Hanna, csinálsz Malinával egy videót? Igen. Igen? Rózával is? De meg Pici. Picike? De csinálunk attól még vele egyet. Megmutatod a videóban a Rózát, az jó lesz? Igen, megnézhetem ide. Sziasztok! Sziasztok! Ez a videó kivételesen egy vlog videó lesz itt a csatornánkon. Már még nem lesz, hanem már most az. Szóval a lényeg az, hogy be fogom nektek mutatni két kishúgomat is. Ugyanis összesen öten vagyunk testvérek, ez bár meglepő lehet, mert nem sokszor szoktam elmondani, de igen, öten vagyunk testvérek. És van egy húgom, aki 15 éves, ő Eszti, akivel már volt sokszor videó. Aztán van Gergő, aki 12 éves, ő az öcsém, de vele nem volt videó, vele nagyon nem szoktunk kommunikálni. Úgyhogy vele nem is nagyon tervezek. A kezem mindig leszakad vlogolás közben. És van még Hanna, aki 2,5 éves, nagyon kis tuki kislány, és vele tervezem főként elkészíteni ezt a videót. Még nem nagyon gondoltam át, hogy ez a baba vlog mégis miből fog állni. Szerintem csak szimplán megnézzük, hogy mit csinál így egész nap. Nyilván nem 24 órás lesz, meg nem akarok bele ilyen unalmas dolgokat, hanem csak, hogy miket tud mondani, miket tud csinálni. Nagyon jó fejem úgy, nagyon kis cuki, és szerintem mindenki szereti a babákat, főleg így 5 perc erejéig egy kicsit megnézni, hogy ők mivel töltik a napjaikat, úgyhogy ezért is gondoltam arra, hogy ez a videó érdekes lehet nektek is. És aztán ott van még az 5. kis tesó, mármint 4. kis tesó, ő Róza, aki 5 napos, ugyanis most született nemrég a kis húgunk, és hihetetlen aranyos, annyira apró, én nem is emlékeztem, hogy egy kisbaba tényleg tud ilyen picike lenni, és hát ő nem csinál egész nap semmit, csak alszik, meg eszik, ugye, szóval pont ezért annyira ő nem izgalmas a napi rendje, viszont nyilván meg fogom őt is mutatni, mert nagyon cuki, főleg az lesz amúgy édes, ahogy a Hanna viselkedik Rózával, hogy megpuszíja, megöleli, meg az a szeretet, amit így átad neki, tényleg hihetetlen, hogy már ilyen kiskorban is megjelenik így a kis testvéri kapcsolat, úgyhogy főként ezeket terveztem megmutatni, meg hát ezzel egy kicsit betekintést nyerhettek így az én mindennapjaimba is. Igazából most péntek van, és most jöttem haza a suliból, de egész hétvégén nem fogok semmit sem csinálni, ugyanis hát csak tanulok, szóval úgy semmit, hogy nem megyek el sehova, nem találkozom sajnos senkivel, csak itthon fogok tanulni és babázni szerintem, úgyhogy igazából csak ennyit akarok megmutatni ebben a videóban. Mit csinálsz? Szabd ide, belerugok. Na, azt ne bántsd! Na jó, meg akart képetni. Mindjárt. Tizinini! Fogy! Ne! Igen, tök nagy a motorod. Mit csinálsz itt kint? Hanna? Homokozok! Homokozol? Megjött anya? Akkor megjött Róza is? Megnézzük? Igen! Na! Gyere! Hannának mondtam, nem mindegy. Gyorsan vetünk egy pillantást Rózára. Jó. Na, menj be! Na? Hol a Róza, Hanna? Megmutatod? Ott van. Jó. Szia. Kivesszük? Hol mehetek ki a magozni? Ki mehetsz még? Itt az ajtó. Nézd ide!
Róza! Jajjaj, milyen kis ráncos keze van. Nagyon, nagyon apró, ekkora feje van is. Felállsz oda, megnézed? Gyere, segítek. Oda. Cuki, nem? Kivegyük? Mata ujjató. Kinyújtja az ujját? Kiraktad? Ez milyen kirakós? Ez ilyen nyuszi hozta. A nyuszi, nyuszi hozta? Kérd nyuszit. Kérd nyuszit? Jó. Húha. Van itt jó pár csokika. Én kibontom. Kibontod? Kérsz ilyet? Ilyen kinder tojásosat? Nem kinder tojásosat, nyuszit. Nyuszit? De Hanna mindjárt revéd, most már nem ehetsz nyuszit. Kapsz egy ilyen picit, és ebéd után leszel, az úgy nem jó? Na most besértődtél? Igen. Finom. Mit csináltál ma délelőtt? Bicikliztél? Motoroztál? Jó, motoroztál. Kis pici tappancs. Egy kis tanulgatással összekötve a babázás. Kis töri. Amúgy nagyon jó, mert nagyon kis csendes baba. És már 6 napos. Nagyon durva 6 nap. Óvatosan élj fel, jó? Nehogy lelágd. Ugye, azért megyünk. Gyere! Na, ugyan férsz? Megkuszilod? Remélem, hogy tetszett nektek ez a videó, és hogyha szeretnétek még ilyesmi vlogot látni, amit láttatok kicsit egyszerűbb, mégis szerintem izgalmas tud lenni, akkor lájkoljátok ezt a videót, és írjátok meg kommentben amúgy, hogy miért szeretnétek látni, hogyha igen, tehát, hogy esetleg valami hétvégi programozósat Pannival együtt, vagy Pannitól külön valamit, esetleg tőlem még több ilyen tesósat, szóval bármit, amit szeretnétek ilyen vlog formájában látni, azt akkor írjátok meg, úgyhogy találkozunk legközelebb. Sziasztok!